A megyei szövetség először 2 évvel ezelőtt rendezte meg a Junior kupát, amelyen akkor a magyar csapatok mellett szlovák, ukrán és román együttesek is pályára léptek. A rendezvény sikeres volt, így a szervezők a folytatás mellett döntöttek. A hétvégén a lányok a 15 és 17 éves korosztályban, a fiúk pedig a 16 és 20 éves korosztályban mérik össze tudásukat a megye 3 sportcsarnokában. A résztvevő nemzetek száma is bővült, mivel lengyel csapat is nevezett a tornára. A második Junior kupa, amely Kisvárdán, illetve Gyulaházán lesz majd megrendezve. Az immár 5 ország részvételével zajló nemzetközi torna, és bízunk benne, hogy ez a 26 csapat, amelynek a túlnyomó része azért elmondható, hogy határon túlról érkezik, hiszen 14 csapat az, aki határon túlról érkezik, majd egy olyan színvonalú tornát fog produkálni, amely mind a szurkolóknak, mind a szakmai stábnak is természetesen mindazoknak, hiszen majd 400 gyerekről beszélünk, aki ez alatt a 3 nap alatt kézilabdázni fog, olyan élményeket, olyan szakmai munkát és eredményeket fog majd biztosítani, amely után méltán fognak majd úgy emlékezni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, Kisvárdára és Gyulaházára, hogy itt bizony nagyon jó volt játszani, és nagyon jó emlékekkel térnek majd haza. A tornán nem csak a játékosok, hanem a játékvezetők is számot adhatnak tudásukról, ugyanis a megyei szövetség által elindított játékvezetői utánpótlás mentorprogramban résztvevő fiatalok vezetik majd a meccseket. Igyekszünk minden olyan játékvezetőnek lehetőséget adni egyébként, akik igyekeznek a felterjesztések során minél magasabb kerettagságba kerülni. 25-30 olyan játékvezető van, akire ilyenkor igényt tartunk, és igyekszünk semleges játékvezetőket is biztosítani, hogyha esetleg a tornán olyan csapatok vannak, amelyek megyebeliek, de mindenképpen nagy lehetőség ez számukra, hiszen olyan játékélményekkel tudnak gazdagodni, amelyek majd a karrierépítésüknél, a játékvezetői karrierépítésüknél majd biztos, hogy számottevők lesznek. A torna első meccse pénteken 15 órakor kezdődik a Kisvárdai Szent László Gimnázium sportcsarnokában. A csoportmeccseknek szombaton még a gyulaházi sportcsarnok és a kisvárdai sportcsarnok ad otthont. A helyosztókat vasárnap délelőtt, a döntőket pedig vasárnap délután rendezik a kisvárdai városi sportcsarnokban.